Forris Róberttel beszélgetek, az U14-es csapatunk vezetőedzőjével. Ugye Robi, te vezeted azt a csapatot, akik először játszanak országos bajnokságban, tehát a náluk kisebbek Bozsik programban vesznek részt és különböző tornákon. Ez egy éles váltás a gyerekeknek. Hogy látod, hogy csapódik le ez bennük? Ez az éles váltás, ez nagyon nagyban befolyásolja az ő teljesítményüket. Olyan szempontból, hogy ezek a gyerekek ugye most kerültek föl igazából nagypályás futballra. A Bozsik fociban azért kisebb területen, kisebb játék részen, kisebb területen folyt a játék. Bár a tavalyi szezonban Novály Zsolt kollégámnál ezek a gyerekek azért nagy része már játszott 2001-esként 2000-es játékosok között nagypályás futballban. Sokuknak még új ezek a hatalmas távolságok. Az ő fizikálisan ők még nem igazából alkalmasak ilyen nagy területeknek a bemozgására, de azon vagyunk, hogy ezek a fiúk szépen felfel zárkózzanak, és ezt meg tudják valami valósítani. Hogy sikerült a nyári felkészülés, hogy egy teljesen új csapat jött létre ezáltal? Ugye ti vagytok a belépő korosztály. Hogy sikerült a csapatépítés, csapatszellem kialakítása és így az egész rendszer kialakítása? Mint mondottam, az alapunk az már megvolt. Tehát 2001-es játékosok közül nagyon sok ügyes kisfiú volt már itt az akadémián. Ehhez még azért a környékből innen-onnan még sikerült bejutni egy-két kisfiúcskának, sőt azért távolabbról is, messzebbről is, Szegedről is érkeztek hozzánk nagyon ügyes, fantáziadús játékosok. A felkészülésünk édesen szerint nagyon jól sikerült. Ezek a gyerekek nagyon gyorsan összekovácsolódtak, nagyon okos, intelligens kisgyerekeket ismertem meg bennük. A felkészülési meccseink során majdnem, hogy minden mérkőzésünket győzelemmel abszorbáltuk, úgyhogy érzésem szerint minden rendben volt. Sokan azt mondják, hogy a magyar foci ott romlik el, hogy a magyar gyerekeket nehéz motiválni. Te hogyan tapasztalod ezt itt az akadémián? Hogy nehéz motiválni a magyar gyerekeket. Ezekben a kisrácokban én még azt látom, hogy óriási tűz van az ő szemükben. A kiskorosztályokban lévő játékosoknál náluk rettenetesen fontos az eredmény, rettenetesen fontos a másik legyőzése. Tehát a kiskorosztályokban én pont ezt szeretem, és ezért is szeretek ezekkel a kisrácokkal foglalkozni, hiszen itt még a tiszta játék, a győzelem szeretete motiválja ezeket a gyerekeket. Én itt nem tapasztalom ezeknél a gyerekeknél, hogy bármilyen probléma lenne. Ugye elkezdődött a bajnokság, és elkezdtetek mérkőzésekre járni, itt országszerte mindenfelé. Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen magasságok, a mélységek voltak ebben, ugye biztos voltak könnyebb meccsek, nehezebbek, hogyan éltétek ezt meg? Tudni kell ezekről a gyerekekről, és erről a bajnokságról, hogy mi ugye a nyugati kiemelt első osztályban futballozunk, hogy ezek a gyerekek még igazából ilyen nagy távolságokra nem utaztak. Tehát, hogyha én most mondom azt, hogy Szombathely vagy Pécs, elég nagy távolságokról beszélünk, és 13 éves gyerekekről beszélvén hatalmas energiákat vesz ki a gyerekekből az utazás, és hatalmas fáradtságot tud előidézni egy hosszabb túra mérkőzésre. Tehát nagyon hullámzó volt ilyen szempontból a teljesítményünk, hogyha messzebb, távolabbi mérkőzésekre utaztunk el, de ugyanezt látom az ellenfél csapatain is, akik távolabbról, messzebbről jöttek hozzánk, és netán láttam, hogy a tabellán azért jó helyezéseket értek el, itt nálunk már viszont egy távolabbról érkező csapat nem biztos, hogy úgy tudott szerepelni, mint ahogy mi azt elvártuk. Ugye beszéltünk már arról, hogy az eredmény talán itt másodlagos még ennél a korosztálynál, de ennek ellenére 11 győzelemmel, egy döntetlennel és 3 verességgel a második helyen zártatok. Azért ez egy szép mutató. Rendkívül örülök a srácok teljesítményének, hiszen tényleg ezek a számok magukért beszélnek, és nem hiába vannak ott a fiúk a jól megérdemelt második helyen. Amint mondtad, természetesen mi játékosokat nevelünk, nem elsősorban, nem kizárólagosan csapatot építünk. Én nekünk a fő hangsúlyunk az akadémián az, hogy játékos tudjunk följebb és följebb adni korosztályokból korosztályokba. Úgyhogy ezek a srácok maximálisan megérdemlik azt, hogy itt lehessenek. Az évközben beszélgettünk egyszer, és mondtad, hogy ennél a korosztálynál különlegesen fontos az, hogy egyes játékosokat különböző posztokon kipróbáljatok. Ez hogyan áll, hogy néz ki? A különböző posztokon kipróbálunk, ez a kiskorosztályoknál szerintem a legjellemzőbb és legfontosabb. Minden játékosról tudni kell azt, hogy, sőt, az 2001-es játékosokról tudni kell azt, hogy mindegyik egy-egy kivételes tehetség, mindegyiknek különböző kivételes kreativitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem szabad ezeket a gyerekeket egy-egy poszton leragasztani, és nem szabad csak azon a pozícióban mérkőzésről mérkőzésre játszatni. Nálunk a kisebb korosztályokban, ezt most U13-tól egészen U15-ig beszélem,
hogy mondom, minden poszton próbálgattuk a fiúkat cserélgetni, tehát aki volt támadó, az lett védő, aki védő, középpályás, tehát igazából mérkőzésről mérkőzésre, akár mérkőzésen belül is forgattuk a gyerekeket különböző pozíciókban, akár jobblábas, akár ballábas, minden poszton kipróbáltuk a gyerekeket. És ez fontos, hogy akkor ez nektek is egy visszajelzés a későbbiekben akár? Ez egy fontos visszajelzés olyan szempontból, hogy a gyerekek ne csak egy poszton tanuljanak meg futballozni. Ki tudja, hogy ebből a 13-es kisfiúból 5-6 év múlva milyen poszton fog végül is kikötni. Az a lényeg, hogy minden posztból tanuljon egy picikét. Ha valaki jobban megnézi a mutatótokat, akkor láthatja azt, hogy nincs egy kiugró gólszerző a csapatban, hanem eloszlanak a gólok. Ugye ez is mutat valamit. Hát ez, hogy eloszlanak a gólok, ez pont erről szól, amiről most az előbb beszéltem, hogy minden poszton az ezek a gyerekek azért játszanak. Lehet, hogy egyik mérkőzésen valamelyik játékosom csatárként szerez több gólt, de lehet következő mérkőzésen már egy újabb feladatkörben, újabb szerepkörben próbálom ki, hogy más is megízlelje azt, ahol ő játszott előtte. Hol várod a csapatot az év végén? Megmondom őszintén, ez a második hely nagyon szép. Nagyon szépen csillog az ezüstérem is, de az első három helyben mindenféleképpen várom a csapatot, bár, ha nem is beszélünk most az eredménycentrikusságról, az a lényeg, hogy ezek a gyerekek nagyszerűen és jól érezzék magukat itt az akadémián, ne legyen rajtuk hatalmas nagy nyomás, és szabadon, mosolyogva futballozzanak, és akkor meg lesz az eredménye.